Szupi! Az egész napunk ráment. Az egész napunk! De kiegészítettük egy áramkörrel a FVM szabályzónkat. Ki kellett tesztelni, hogy melyik tranzisztor hogyan nyit megfelelőképpen, hogyan működik optimálisan, ahhoz, hogy ezt a teljesítmény szabályzót, amire rá van írva 14 volt 20 amper PVM pulzus szélesség szabályozó, hogy ezt hogyan tudom külső feszültség forrással szabályozni, mert hogy az autónak a pedáljától, a gázadástól függ majd, hogy mennyi hidrogént szeretnénk előállítani. És az autó pedáljáról lejön nekünk egy feszültség, itt le van írva, minimum 0,2 volt, maximum 4,8 volt, és az átlag olyan 3,5-3,8 között van. Hát ennek megfelelőképpen beállítottam a PWM inputot, most nem írtam föl az értékeket, ezt az inputot, ez a lila kábel. Ez a lila kábel. Ez a jön be egy külső feszültség, ami később a pedál feszültsége lesz. Konkrétan innen fog jönni a pedál feszültség. Innen. Aztán lehet újra kell állítani az áramkört, most be van hangolva. Hogyha 2 volt, ott nem 0,2-nél, ott még a minimumra van állítva, olyan 30% körül fut. Teljesítmény. 2 voltig, akkor most leírom. Azt mondja, hogy 0-tól 2 voltig. 0,2, nem 0-tól. 0-tól 2 voltig. Körülbelül 30%-on fut. PWM jelünk, és 2 volttól 3 voltig van a szabályozás. Ez a lényeg. Ja. Itt van az intervallumunk. 3 volttól 4,8-ig szabály az a pedál, az autó pedálja, itt pedig már 100%-on megy. 2 voltnál még csak 30%, tehát az intervallumunk 30-tól 100%. Ez a lényeg. Ez sikerült ma összedobni. Hát reggel 10-től este 6-7, inkább 7. Volt egy pár módosítás, próbálgatás. Még lehet rajta alakítani, de szerintem ez így optimális. Aztán holnap jön egy pedál, egy autópedál, és akkor azzal bemérem, hogy azzal, hogy működik külön tápegységre, mert most ugyanazt a tápot használom. 14 volt bemenet, inkább olyan 12, amit bír ez a szegényke. És lestabilizálja ez az IC 5 voltra, az rámegy a potméterünkre, ezzel szabályozom az áramkört, tehát ezzel illusztrálom a pedálnak a feszültségváltozását, hogy nyomod ugye a gázpedált az autóba, ez illusztrálja egyenlőre, aztán holnap a nagy pedál. És így nyitom a tranzisztort, illetve zárom. Nyitom és zárom a feszültségtől függően. Na, ennyi. Folyamatos szabályozás. A lényeg az, hogy most 1 volt differenciával szabályozzuk az összteljesítményt. Ha alapjáraton megy a motor, akkor csak olyan 30% körül megy a hidrogéngenerátor teljesítményre. Inkább olyan 25-30. És hogyha többig nyomod a pedált, illetve ha háromnegyedig nyomod kb. A pedált,
akkor megy föl 100%. Hát többig nem sűrű nyomjuk. Ennyi. Szépen röviden.